Megszűnt a sorban állás a szombathelyi benzinkutakon, jelentősen csökkent a forgalom és a benzin ára is. 2006-ban volt a mostanihoz hasonlóan 280 forint körüli. Tavaly áprilisban például a 400 forintot súrolta. A koronavírus járvány itt is érezteti hatását. Elsősorban a benzin fogyasztás csökkent jobban, abból hát közel a felére zsugorodott sajnos az üzemanyag felhasználása. A gázolaj felhasználása az kevésebb mértékben, az nagyjából 20% körüli visszaesést mutat. Hát ott a cégek még ugye dolgoznak, vagy legalábbis igyekeznek, illetve a mezőgazdasági felhasználás miatt ebben még nem tükröződik olyan nagy mértékben a csökkenés. Ez a férfi például csak a fűnyírójába vett 5 liter benzint. A kijárási korlátozást az autósok többsége komolyan veszi. Igazából munkába lehet közlekedni, azon kívül nagyon nem lehet sem erre sem menni, de hát nem nagyon, nem szabad igazából, mert próbáljuk elkerülni a vírusnak a tovább terjedését, és ennek ez az ár, hogy otthon kell maradni. Az utóbbi időben jóval kevesebbet, körülbelül fele annyit, ha jól számolom. Hogy mindenképpen visszaesett a fuvarozás is, és éppen ezért aztán kevesebbet is tartott. Így nézett ki még nemrég csúcsidőben a Tököli utca. A kiemelt időszakokban csak arra szolgatni lehetett a város több neuralgikus pontján. És így lehet közlekedni mostanában Szombathelyen. Sokan otthonról dolgoznak, a gyerekeket sem kell óvodába, iskolába vinni, és a kijárási korlátozás miatt csak a legszükségesebbekért kell autóba ülni. Pedig a benzin ára csak ezen a héten kétszer csökkent, és péntektől újabb 7 forinttal kerül kevesebbe. Olajválságról beszél a világ. Ezen a grafikonon jól látszik, hogy soha nem látott mélységbe zuhant az olaj ára. A kitermelők hétfőn hordonként majdnem 40 dollárt fizettek azért, hogy elvigyék tőlük az árut. A tárolók megteltek, mert a koronavírus miatt megállított gazdaságnak jóval kisebb az igénye. Ez a jelenben ez a lefolytása a tevékenységnek, ez rövid távon, szinte nem is, ez már nem is használom a spekulációt, inkább egy kiszámítható jövőkép, hogy 2-3 éven belül természetesen, ha a gazdaság újra beindul és megközelíti, meghaladja, eléri azt a szintet, ahol voltunk akár csak fél évvel ezelőtt, akkor ez nagyon erős olajárdrágulás hatással lehet. Szakértők 2023-24-re jósolják az olajárrobbanást, akkorra ugyanis 100 dollár is lehet a hordonkénti ár. A 2019-20-as útfelújítási alapból mintegy 300 millió forint értékben megújul 3 utca a déli város részen. A munkaterületet ma vette át a közbeszerzésen nyertes 3 cég, akik néhány közműbekötés után azonnal munkához is látnak. A részleteket a körzet képviselője ismertette a helyszínen. Mint mondta, megújul a Mészáros Lőrinc és a Török Ignác utca, amelyek a nagyforgalmú külső Rumi utat és a Szent István Király utcát kötik össze. A Vadász utcát pedig a Szent István lakóparkban élők használják sokan, ezért fontosak ezek a beruházások. A teljes úttest, teljes csapadékvíz elvezető szikkasztórendszer felújítás, illetve járda felújítás lesz. Ezek ütemezve lesznek, először a járdával kezdenek, később mennek kívülről befelé, ahogyan ilyenkor szokás a végén kapja meg ezt a bizonyos teramixes burkolatot az úttest. Mondom, azt szeretnénk, hogy az óvoda kezdés, ami a jelen helyzetben természetesen nehezen prognosztizálható, de addigra legyen meg. A járdák és az utak tehát ugyanolyan aszfaltburkolatot kapnak, és ahol lehet, ki is szélesítik az úttestet. Kitisztítják az árkokat, és ahol a lakók igénylik, ott a kapubejárót is megépítik. A kivitelezők azt ígérik, az építés ideje alatt legfeljebb 1-2 napos útlezárásokra kell számítaniuk az itt élőknek. A munkálatok a szerződés szerint legfeljebb 8 hónapig tarthatnak, de a tervek szerint már ősszel átadhatják a megszépült utcákat. Több mint 2000 hallgató csak záróvizsgázott, nyelvvizsgát nem szerzett, ezért nem vehette át a diplomáját a Szavária Egyetemi Központban, illetve korábban a Berzsenyi Főiskolán. A diploma megszerzésének 1996 óta feltétele a nyelvvizsga, a legtöbb alapszakon egy középfokú vizsgát kellett tenni a harmadik év végéig. Országos viszonylatban 75 ezeren nem teljesítették ezt a követelményt. A nemrég kiadott kormányrendelet alapján azonban most ők is hozzájuthatnak az oklevelükhöz.
2020. januárjában államvizsgáztam, záróvizsgáztam, testnevelő gyógytestnevelőként. Ez, hogy most meg lehet kapni a diplomát nyelvvizsga nélkül, ez nekem egy nagyon nagy könnyebbség, mert már akkor most el tudok helyezkedni. De emellett angol tanultam, csak nem jött össze még a nyelvvizsga letétele. Ezt is fontosnak tartom, még mindig képezem magam, mert nagyon fontos szerintem, hogy a munkaerőpiacon legyen egy nyelvvizsgája az embernek a szakképesítése mellett. Személyes átvételre nincs lehetőség, a szükséges adategyeztetés után postán küldi az egyetemi központ a diplomát. Először azok kapják készhez az oklevelet, akik 2013 után, legutoljára pedig, akik 2006 előtt záróvizsgáztak. Az oklevelek kiállítása elektronikus tanulmányi rendszerből történik. Azoknak az adatai megbízhatóak, és a legkevesebb módosításra szorulnak, akik az elmúlt években végeztek. És ahogy megyünk vissza az időben, az oklevél kiállítás annál több utána járást igényel, hiszen vannak olyan hallgatók, akiknek mondjuk még bizonyos adatai, amik ha egy oklevélre rákerülnek, azok csak papír alapú nyilvántartásban léteznek. Azt, hogy miként juthatnak a hallgatók az oklevelükhöz, az Egyetemi Központ honlapján olvasható eljárásrend pontosan leírja. Az Ausztriában érettségiző magyar diákok is ingázóknak számítanak. Ezt Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be a csütörtöki kormányinfón a megyei napilap kérdésére. Magyarország és Ausztria egyezménye alapján április 1-től az ingázók munkaszerződéssel vagy földtulajdon igazolással a kötelező 14 napos karantén nélkül használhatják a nyitva lévő határátkelőket. Bas megyéből számos diák végzi tanulmányait a szomszédos országban. Az érettségire és záróvizsgákra készülők május 4-től úgy utazhatnak ki osztrák iskolájukba, hogy nem kell karanténba vonulniuk. A gazdaságvédelmi akcióterv keretében újabb családokat érintő támogatásokról döntött a kormány. Július 1-től a Cseden, Gyeden és Gyesen lévő édesanyák is ingyen szerezhetik meg az első nyelvvizsgájukat, és végezhetik el a jogosítványhoz szükséges KRESZ-tan folyamot, illetve teljesíthetik a vizsgát. Ha pedig valaki azért nem tudja felvenni a babaváró támogatást vagy a csokot, mert a járvány miatt elveszítette a munkáját, maximum fél évet még hozzáadhat a társadalombiztosítási időszakához. Így a jogviszonya nem szakad meg addig, amíg nem talál új állást. Öt héttel ezelőtt minden iskolának át kellett állnia online oktatásra. A paragvári iskola informatikus igazgatója a tanári kar segítségével már az első héttől videó üzenetekben szól a gyerekekhez. Tisztelt szülők, kedves gyerekek! A diákok tetszését elnyerte a kreatív videó és a hétről hétre meghirdetett játékos versenyfeladatok. Az első héten például az volt, hogy az e-mail írás miatt, hogy ugye megtanuljuk pontosan, hogy hogyan és mint megy az e-mail írás, el kellett küldeni az igazgató úrnak a kedvenc afrikai állatunkat. A legaranyosabban, ugye, egy nyertes van minden kategóriába felsőtből. A tantestület hamar alkalmazkodott az új helyzethez. A gyerekek is, meg én is sokat fejlődtünk informatika téren, ezért van rám fett rám jobban, nem annyira gyerekek, de nagyon ügyesen segítik egymást, ők egy külön csoportban napi kapcsolatban is támogatják egymást ebben a helyzetben. A kisfilmek segítségével a diákok nem csak a kapcsolatot tarthatják egymással, de az épületet is viszont láthatják. A videók helyszínén mindig próbálunk az iskolánk olyan közösségi tereit választani, ami a gyerekek, vagy éppen a kollégáim számára kedvesek, ahol a napi idejüknek egy jelentős részét töltötték a normális munkarend folyamán, így például a könyvtárt, az aulát, vagy éppen a szaktantermeket, informatikatermet, tornatermet próbáltuk bevonni a forgatásuk helyszínére. A rendszeresen jelentkező kreatív videók célja, hogy így is tartani tudják a kapcsolatot elsősorban a diákokkal, de a szülőkkel és tanárokkal is. Kezdeményezésüket az oktatási államtitkárság is pozitív példaként értékelte.
A Sakura Egyesület elnöke rendszeres véradó, akár csak az elsőn, az április 22-i civil véradónapon is részt vett, előre egyeztetett időpontban érkezett a vérellátóba. Én örülök, hogy így sikerült mozgósítani az egyesület több tagját, hogy vért adjanak. És én ezt fontosnak tartom, aki egészséges és tud vért adni, az szerintem mindenképpen itt a helye, ha nem is a civil véradónapon, de a normál egyéb véradónapokon. Szerintem egy egészséges ember egy évben kétszer tud vért adni, és azért igen nagy szükség van erre a segítségre a beteg embertársainknak. A miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkársága az országos vérellátó szolgálattal, illetve a megyei civil információs centrumokkal közösen második alkalommal szervezte meg a civil véradást, amelyre főként a közösségek tagjait hívták. Ösztönzésként a legtöbb véradott toborzó szervezetnek jutalmat ajánlottak fel, egy egész napos kikapcsolódást az oszkói szőlőhegyen. Hát örömmel tapasztaljuk, hogy a második civil véradáson, hát mondhatom akár azt is, hogy sokkal többen vettek részt, mint a tavalyi évben. Most van 57, vagy talán most már, ha még valaki bejön, 58 főnél tartunk a véradásra jelentkezők tekintetében, és ez egy nagyon jó szám. Természetesen az aktív civilek is, illetve magánszemélyként is sokan jöttek el, és ezen a napon vérükkel adóztak a többségnek, ha lehet így mondani. Aki szeretne vért adni, a kijárási korlátozás alatt is megteheti, hiszen az a plazmaadással együtt azok közé az alapos okok közé tartozik, amelyek indokoltá teszik a lakhely elhagyást. A koronavírus járvány miatt szigorúbb véradási feltételeket határoztak meg, amelyekről a vérellátó szolgálat oldalán lehet tájékozódni. Kötelező lesz a szombathelyi boltokban a szájmaszk használata a hétvégén. Erről döntött ma Nemény András szombathelyi polgármestere. Az előző hétvégékhez hasonlóan a főtéren és a közparkokban is kötelező lesz maszkot viselni. Minden bolt nyitva tarthat a hétvégén a kormányrendeletben foglalt szabályok szerint. A fagyizókban másfél méteres távolságot kell tartani. Jelmezesek osztottak mosható szájmaszkot ma délelőtt a főtéren, minden arra járó kapott egyet, amíg a készlet tartott. Semmit nem kértek cserébe. A Vidám Nyugdíjasok Klubja egy éve alakult, azóta számos programot szerveztek. Most, hogy nem találkozhatnak, telefonon, interneten tartják a kapcsolatot. Farsangi jelmezbájukon viselték ezeket a maskarákat, most újra felvették, így csaltak mosolyt a járókelők arcára. A közösség tagja Szabadfi Enikő is, ő varta ezeket a maszkokat. Kapott sok olyan anyagot, amiből maszkot lehet készíteni, de ő még ennek előtte is saját maga szerint készített maszkokat, amit baráti ismeretségi körbe osztogatott, és mivel hogy jött ez a nagy mennyiségű anyag, úgy gondolta, hogy amennyit tud, annyit készít, és kimegyünk és ingyen osztogatjuk ott a főtéren. Bár mostanában a szokásosnál kevesebbet tartózkodunk a természetben, a kullancsok rajzására már számítani kell az erdőkben, parkokban és a városi kertekben egyaránt. Mivel az idén enyhe volt a tél, feltehetően a kullancsok nyugalmi időszaka is rövidebb volt az átlagosnál. Hogyha enyhe a tél, akkor a kullancsok ugyanúgy aktívak maradhatnak télen is. Nyilvánvalóan a hőmérséklet fokozza az aktivitásukat, de gyakorlatilag enyhe télen nincs kizárva, hogy aktívak maradhatnak. Ebben az értelemben mondhatjuk azt, hogy az egész év kullancs szezonnak minősíthető, egészen addig, amíg nem jön egy kemény tél, mert akkor ugyanúgy nyugalmi időszakba vonulnak. A vérszívó elsősorban az aljnövényzetben bújik meg, de magasabb fűben és a cserjeszinten is előfordul. Az viszont tévedés, hogy a fákról is a nyakunkba ugorhat. A kullancs csípése eleve immunreakciót vált ki, a bőr bepirosodik, de ez még nem feltétlenül jelez betegséget. A fertőzést a kullancs által hordozott vírusok vagy baktériumok okozhatják, amelyeket a nyálával visszaöklendez a szervezetünkbe. Minden ezredik csípés következménye lehet vírusos agyvelőgyulladás, ami legtöbbször kezelés nélkül elmúlik, esetenként azonban idegrendszeri károsodást vagy végtagbénulást idézhet elő. Teljes biztonságot csak a védőoltás ad. Az április-májusi, illetve augusztus-szeptemberi időszakban, ami jellemzően a rajzás a kullancsoknak, ilyenkor fertőznek a leggyakrabban. Ilyenkor inkább ne oltassuk magunkat, akkor már inkább a nyáron a gyorsított séma szerint.
Nincsen oltóanyag viszont a Lyme-kór ellen, ami jellegzetes bőrpirral és influenza-szerű tünetekkel jelentkezik. Évente 70-80 eset fordul elő Vas megyében, idén eddig egy beteget regisztráltak. Ami gond, hogyha egy-két hét után ez a jellegzetes kokárdaszerű piros folt jelentkezik, aminek ugye a közepe kivilágosodik, és a széle marad piros. Ez a Lyme-kór a gyanús, ilyenkor mindenképp érdemes orvoshoz fordulni, ugyanis a Lyme-kór a kezdeti stádiumon antibiotikummal nagyon jól kezelhető. A Lyme-kór akár évekkel később is megbetegítheti a különböző szerveinket, ezért is fontos a korai felismerés, vagy még inkább a kullancs mielőbbi eltávolítása. A leghelyesebb módszer, ha a fejéhez, azaz a bőrhöz legközelebb fogjuk meg csipesszel, és lassan kihúzzuk. Céghez visszük a kultúrát, ez a Kultúrfutár legújabb célja. Az Agora munkatársai április eleje óta járják a szombathelyi lakótelepeket, ahol zenés, táncos, irodalmi produkciókkal az erkélyekre csábítják az otthonaikban maradókat. Ezen túl a város kisebb-nagyobb vállalataihoz látogatnak el, elsőként a TDK gyártó és fejlesztő bázisánál jártak. Az Energy Dance Team lendületes tánca után Tóth Dániel énekes megható produkciója következett. A cég ügyvezetője Takács Balázs, valamint a város vezetője is üdvözölte a kezdeményezést. Az Agora várja azon cégek jelentkezését, amelyek szeretnék ilyen meglepetéssel megörvendeztetni a dolgozóikat. Nem csak az otthonlakóknak kell egy kis felüdülés és felfrissülés, hanem azoknak is, akiknek meg az a dolga, hogy most elvégezzék a munkát, hiszen az is nagyon fontos, hogy ne menjünk tönkre, a gyáraink működjenek. Kinek ezért, kinek azért nehéz, senkit nem akarunk kihagyni abból, hogyha egy kicsit tudunk jobb kedvre deríteni az embereket, egy kis mozgást tudunk elérni, előidézni, akkor azt megtegyük.